A lajhár. A lajhárok arról híresek, hogy végtelenül lusták, akik nem sietik el a dolgokat. Olyan csiga lassan mozgó állatok, hogy egy nap alatt érnek fel az általuk kiválasztott fa tetejére. Régen azt hitték róluk, hogy levegőből élnek, mert senki sem látta őket, se enni, se inni. A leglassabban mozgó emlős állatként életük arról szól, hogy észrevétlenek maradjanak fent, miközben a lehető legkevesebb energiát használják fel. Fejük gömbölyded, szájuk és füleik kicsik, érzékszerveik is nagyrészt tompák, szemeik olyan bárgyú és kifejezéstelen, hogy szellemi képességeik is csekélynek tűnnek. De ha se nem okos, se nem gyors, hogyan képes egyáltalán létezni a veszélyekkel teli dzsungelben? Másrészt viszont, ha ez olyan nagy butaság volna, akkor hogyan élhetnek már több millió éve a Földön? A magyarázat röviden annyi, hogy minél lassabb egy mozgás, annál kevesebb energiát emészt fel. A rájuk veszélyes állatok számára szinte mozdulatlanok, és akik így észre sem veszik őket. Jelszavuk tehát, hogy csak semmi heveskedés is a megfontoltságuknak a haszna, hogy a lajhároknak se nem kell túl sokat enniük, se túl sok időt tölteniük a táplálék felkutatásával. Cserébe persze így nincs is ahhoz energiájuk, hogy össze-vissza rohangáljanak. Nem csak azt tart több percig, míg egyik lábukat a másik után teszik, hanem közben ugyanennyit pihennek. A fát addig el nem hagyják, míg élelmet találnak rajta, leveleket és gyümölcsöket rágcsálnak. Csupán egyszer másznak le egy héten, hogy a nagy dolgukat elvégezzék. Nem is tudni, miért teszik ki magukat a veszélynek, hiszen a majmok is szoktak a fákról vécézni. Egyébként nem olyan védtelenek a talajon, mint azt az első benyomásra hisszük. Ha támadás éri őket, hanyat vágódnak és hosszú, sarló alakú körmeikkel védekeznek. A fa tövében pedig a lajhárok úgymond kakitáncot járnak, míg a szakemberek is így nevezik a ceremóniát, egy kis gödröt képeznek az ürülékük számára, ahová molylepkék rakják a petéiket, amelyek aztán lepkévé fejlődve ismét egy lajhárhoz repülnek, hogy a szőrében lakjanak. Ugyanígy vannak az algákkal is, amelyek kiváló életfeltételeket találnak a lajhár szőrzetében, miközben maga pedig álcázó zöldes terepszínt kap, és könnyebben el tud bújni a dzsungel mélyén. Szimbiózisnak hívják ezt, amikor állatok úgy élnek együtt, hogy általa mindkét fél előnyökhöz jut. Fura tapintása lehet így viszont a szőrüknek, talán nem is vágyunk rá túlságosan megsimogatni.